A Zene Mindenki Egyesület pontosan 20 évvel ezelőtt alakult olyan gyerekekből és olyan fiatalokból, akikhez közel állt a zene és a muzsika. Az Egyesületünkben, a Zene Mindenki Egyesületében működik a Parafonia zenekar, és a tagok, értelmi sérült gyerekek, fiatalok, középsős értelmi fogyatékos fiatalok, hivatalosan értelmileg akadályozott gyerekek. Ők egy speciális kottából tanulnak meg hangszeren játszani. Ez a speciális kottának a lényege és egyszerűsége abban rejlik, hogy a hangok helyét színek jelölik, színes kis geometriai ábrák, amik megtalálhatóak a gyerekeink hangszerein és természetesen a kottában. A Parafonia zenekar főként klasszikus zenét játszik, a zene irodalom és a zene történelem nagyjainak speciális átirataiból, így műsorunkon Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Grieg, és sorolhatnám, hogy mennyi nagy zeneszerző művei csendülnek fel, de ezen kívül játszunk magyar és más népek dalait, népdalait, valamint régi korok történelmi zenéit, muzsikáit egyaránt. A Parafonia zenekar 13 tagú, 13 értelmileg sérült fiatalból áll, akik klasszikus zenét játszanak, de az összlétszámunk 20, mert a módszerhez hozzátartozik, hogy a gyerekeink, a tanítványaink között fiatal asszisztensek, zenei asszisztensek, segítők ülnek, ők gyógypedagógusok, pedagógusok és zenészek, akik segítik a gyerekeink kotta olvasását, követését, de sok esetben a gyógypedagógiai módszerüket is használni kell, mert ha kell, akkor nyugtatják, bátorítják a tanítványainkat, és hát azért végül és nem utolsó sorban a zenei kéréseimet is tolmácsolják. Erdődi Orsolya vagyok, a Budapesti Festival Zenekar igazgató helyettese, és ebben a minőségemben nagyon sokat foglalkozom a közösségi programokkal is. Szeretnénk segíteni azoknak, akiknek kevesebb lehetőségük van részt venni koncerttermekben, nagyzenekari koncerteken, és szeretnénk segíteni azokon az embereken is, akik valamilyen nehézséggel élnek, legyen az szegénység, legyen az a távolság, ahol laknak, legyen az bármely fogyatékosság. Számos ilyen kezdeményezésünk volt már a múltban, például az autizmusbarát kakaó koncerteket is bevezettük 2 éve, ahol autizmussal élő gyerekekkel és az ő családjaikkal találkozhatunk és nekik zenélhetünk. Ez egy különleges alkalom számunkra ma, hogy itt a CEU-ban megmutathatjuk azt, hogy a fesztiválzenekar nem csak a világ egyik legjobb, leghíresebb zenekara, de egy nagyon érzékeny arra, hogy fiatalokkal, rászorulókkal, idősekkel, különböző emberekkel együtt muzsikáljon. It's very important to bring a classical music to the universities, because if you are young and you can get to know this music, you can involve yourself this fantastic world.